szerves élőlény, kell a ruhád és a közlekedési eszközöd. Menjél haza innen, ne szarakozzál! Ahonnan jöttél, menj is, sivíz, sivíz, sivíz! Egy alternatív világból jöttem, hogy megmentselek. Én most el fogok szűnni létezni, mert azért alkottak, hogy megmentselek. A YouTube nézők dobták össze a pénzt, mert miattad megszűntek a kihívás videók. Mert megfulladtál, mert még enni se tudsz. Idő kell, hogy feldolgozzam. Magaddal kell hozni a pupit. Följön, most meghívom, jó? Akkor megcsináljuk vele a videót. A küldetésem véget ért, és most meg fogok szűnni. A világommal együtt. Köszönöm. Szevasztok! Hát elérkezett a visszavágó ideje. Hát itt gondolkodtunk, agyalgattunk, ugye mindenféle ötletünk volt. Próbáltunk ezen a egyszerű, ne kelljen ugye Ádámnak se vele sokat szöszmötölni, gyorsan összedobható, és mégis nagyon laktató kaja. És Nukedli, tudsz-e szaggatni, Pupi? De nem is kell ez a poén, mert ugye instant már meg lehet vásárolni. Bizonyám, én ezt egyébként rituálisan égetném el. Azért ez milyen már, nem Pupi? Hát nem áll. Nukedli, nem lehet így. Nukedli, csak szaggatni lehet, gyerekek. Mindegy! Egyébként direkt úgy válogattam, hogy szerintem Ádám is ez bármelyik nagyobb bevásárlóközpontban mindent be tud elszerezni. Ami kell hozzá, Nukedli, direkt az én instan, mert én sem fogok szaggatni, nem is tudok egyébként. Ugye csak egy poén volt, nem is tudok szaggatni, egyszer próbáltam, és valami nagyon szörnyű lett, szétmállott ilyen ragadós, nyúlós tutlet. Még tojásos Nukedlit se tudsz szaggatni? Nukedlit nem fog szaggatni. Én nem tudom, valahogy nekem a Nukedli szaggatás nem megy, de én akkor is amondó vagyok, hogy az igazi Nukedli az bizony a házilag készített, jó nagy, baromi nagy adag tojásos Nukedli. De, hogy ezt azért kicsit lefolytsuk, mert hát hogy azért az úgy kicsit túl vega lenne. Úgyhogy úgy döntöttünk Pupival, hogy csirkeszárnyat fogunk mellé lepirítani, hogy meglegyen még egy kicsit csavarva a történet. Ezért a csirkeszárny bizony csípős lesz, és nem azok a csípősök, amiket mi szoktunk, ugye, mert ezt külön be kéne szerezni, ugye ez, na mindegy, ez nem kapható meg bárhol, ezért vettünk tabaszkót, ami szintén bármilyen nagyobb bevásárló központba beszerezhető. Szóval, Nukedliből van 4500 grammos, vagyis fél kiló, egyenletesek fél kiló. Ebből úgy gondolom, hogy szerintem 1-1 kiló lecsúszik, azaz 2-2 tasak. Tojással természetesen egy békönnel, még 2 békönt, ami szintén 400 grammal dobja meg. MS méretű tojás. Igazából tök mindegy szerintem hol szerzett be, nagyjából ezt, azért is választottuk ezt az ételt, mert ezt ugye nehéz úgy mellé lőni, mert ezt már mindenhol beszerzel a alapanyagot, bárhol, nagyjából ugyanazt. Csirkeszárnyból pedig vettünk szintén 1200, kettő darab ilyen 1200, 600 grammosak amúgy rajta. Szóval a kettő összesen 1200 gramm. Pupi, ennyivel született, ugye? Tabaszkó, nem tudom, hogy kell kimondani, bármelyik üzletben megvásárolható szerintem, bármelyik nagy bevásárlóközpontban, mi is ott vettük a T-betűs boltba.
Ez egy, hát egy elég erős, nem annyira, mint amit a Tibitól, meg amit itt mi csináltunk ilyen erős kajákat, de azért úgy mor. Amennyiben nem bírod a csípőset, Ádám, abban az esetben nem kell. Ha nem bírod, nem szereted, utálod, nem bírod lenyelni se a csípős kajákat, akkor nem kell, viszont nekünk Pupi szerintem az üveg beleugrik ám a összbe, ebbe a ez egy nagyon jó gondolat. 2,5 kilóba, ebbe bele fog ugrani. Simán elfér. Csirke szányhoz én vettem ilyen sima Tesco fűszerkeverék, ez a neve. Mi szeretjük a csípőset, imádjuk, mi azért eszünk. Azt nem mondtam, hogy bírom. Szóval sokan írják, hogy nem bírom a csípőset, én azt nem állítottam soha, hogy bírom, de szeretem. Olyan, mint a Pupi. Pupit se bírom, de szeretem. Köszönöm. Nem tudom, ne vágjon le a végét? Azt leszokták egyébként ezt a... Szerintem nagyon... fölösleges. Ezt. Ne vágjuk le. Haradjon? Haradjon. De miért te megeszed ezt is? Meglátjuk, mit teszünk. Így jobban néz ki, hogy így egyből. Akkor igazából ez így megkönnyíti nekem, mert akkor csak így beledobálok mindent, ezt kész. Zsupsz! 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 Kész! Eheted is, Pupi, jó étvágyat kívánok! Köszönöm! De üllatom! Ezt is szépen kicsit rá... Így néz ki a csirkeszárnyunk. Szépen befűszerezve. Ez kész is, már ne sütőben. No kedlit addig én bele csapom a... Hú, azért ilyen gondolom, széttörül, akkor látszik, hogy azért nem olyan kevés ám ez, Pupi. Igen. Hát kíváncsi vagyok, szerinted te meg tudod enni? Kiderül. Egyébként vettünk desszertet is, hátha. Hát, nem, elég barátságtalan. Össze lesz keverve, nem? Össze lesz keverve, ne pánikoljál már. Pupi, hát tiszta pánikba vagy. Jó volt, hogy tudom, hogy nem tudsz főzni ezt a halálat. Na! Ja, amúgy azt mondtam, hogy nem pánikolok, csak tudom, hogy nem tudsz főzni. Köszönöm szépen, Pupi, hogy ilyen bizalmat szavaztál nekem. Hát azért, ez nem olyan kevés ám. Nézzük meg. Látod, Pupi? Azért ez így, ez adag. Igen, így kicsomlok. Hát ez csak így ide rá helyezzük. Ah, ez két tálcás lesz szerintem, nem baj. Nem várták jó közel egymáshoz, nem vagy? Persze, de azért ne érjenek össze, hogy azért ne, azért átsüljön, tudod. Ja, azért tényleg közben mondjuk el, hogy a teljes mennyiségnek a felét kell csak megenni az Ádámnak, nem kell a kettőnkét. Ja igen, igen, szóval hogy azért ugye Ádámnak per főre kell lesz számolni. Mi, ugye én a Pupi miatt duplára, mert megint meghívom Pupit. Instant Nokedlinek is igazából 2-3 percet írt a tasak, hogy annyit kell. Igazi konyhás nénének érzem magam. Előkészítjük a Nokedlinek a feltétét. De szar, mondd ki feltétét. Feltéteit. Feltéteit. A feltétet. Na. Közben előkészítjük a Nokedlinek a feltéteit. Feltétit. Nehéz szó. Hogy kell most hivatalosan? Feltétjeit? Feltéteit? De ez nem feltét, hanem a ez nem feltét, alapanyaga. Ez úgy rakjuk össze egyébként, egyre szomorúbban néz ki ez a dolog. Mármint úgy tetszik nekem a dolog, csak sok lesz. Meglátjuk. Na és akkor ezeket picit ilyen csíkokra ez volt, de igazából tök mindegy szerintem ennél a füstölt, annyi, hogy füstölt békön. Füstölt, ennyi. Ki kéne találni, Pupi, hogy hány tojásból legyen, ugye? A tojásos nokedlihez, hát tojás azért az kell, kéne, nem? Azért csak illene egy kis tojás. Mennyiből legyen szerinted? Ezt álmodjuk meg, hogy hány tojásból, addig a békönt elrakjuk. Hát én még nem csináltam soha nokedlit. Én sem, ezt vettem. Mennyi legyen? Mennyi van benne összesen? Na, az annyira ne szállj el. 4, 6, 8, 10, 5, 4, 6, 8, 10, 30 a felét. 15 tojás? Jó, de ezt még egyszer kihangsúlyozom, hogy ugye mi két főre számolunk, ennek a felét kell az Ádámnak, szóval nem 15 tojásból kell neki, hanem akkor 7 és fél. Igen.
Várj, akkor legyen, várj, legyen kell, 16 legyen. Legyen 16. Várj, akkor mennyi? Akkor 8. Akkor 16. 16, hogy kerek legyen, mert akkor 8-at kell Ádámnak. Egy, kettő, három, négy, öt, hat, hét, nyolc, kilenc, tíz, tizenegy, tizenkettő, tizenhárom, tizennégy, tizenöt, tizenhat. Meg is van. Ez a 16 darab tojás. Hát lehet, hogy egyedül megeszem amúgy, pupi, nincs kizáról. Kedvenc sónkat használjuk pupival. Igen, amúgy nagyon finom az a só. Nyilván olyan sót használsz, amilyet akart. Ebbe azért nem fogunk így bele. Na, ennyire nem merülünk bele. Én ajánlom azért Ádámnak, mert az finom az a só. Nagyon finom, ez pikáns és füstös. Ad egy ilyen füstös, békönös jellegű ízt egyébként. A füstös aromát. Uh-huh. Íz. Füstös íz. Jó. Én akkor én rakok bele egy kis borsot is. Ez annyira friss, most bontom ki. Jön a bors. Én jó borsosan, hadd szóljon. Ezt csinálhat már közelít róla, pupi. Azt csinálom én. Azon is akár. Ó, milyen kis színes. És akkor ezt is megint egy kicsit. Pici olívóolaj, a békön úgyis fog még zsírt kiengedni, és azon a tojást átpirítjuk, ugye lesütjük a tojást, és a végén hozzáborítjuk még a nokedlit. Így lesz maga, egyébként ez már egy kész étel gyakorlatilag a tojásos nokedli. És akkor jönnek majd még a szárnyak, azok ugye már sütőben vannak, de lassan kirepülnek ide hozzánk. A nokedli fejű. Vegyük komolyra, pupi, mert most össze kell szedned magad, mert ez kemény harc lesz amúgy. Ez kemény harc lesz. Megy bele a békön. Húha, most ég is lekisi. Nem baj, annyi kell, annyi kell. Még elkezdi kiengedni a zsír. Ó, gyerekek, az egyetlen. Piruljon mindenki! Mindenki kicsit piruljon, ismerkedjenek ugye! Nem mehet is a tojás így közepére, oda nézd, milyen jól néz ki. Azért ebből lesz kaja, pupa. Annyira rendes, boldog vagyok ilyenkor, ugye? Igen, látom. Oda néz! Wow, gyerekek, azt nézd meg! Hát mi nem bírtunk magunkkal, ugye pupival most hirtelen eszembe jutott, hogy mi lenne, ha csinálnánk hozzá egy kis mártogatót. Úgyhogy most ezt látjátok, hogy mit csinálunk. Csinálunk hozzá egy kis, ez szintén nem kötelező. Ez most, meg hát most ez, igazából ez nem annyira plusz, ugye? Mert most azért egy naturjoghurtból lesz egy ilyen könnyű kis, hogy jobban csúszson, igazából erre fog szolgálni ez a dolog. Egyébként tejföllel szerettük volna, csak nem, nincs itt van tejföl. Pont nincs, úgyhogy... Meg aki nyílja oda a hűtőajtó, azt mondta, hogy joghurt lesz. Először még tejfölnek hittem, de közben joghurt lett. Ennyi majonéz maradt a múltkoriból, úgyhogy én ezt így hozzá. Gyakorlatilag, mint egy tartár igazából hasonlót szerettem volna, csak hát most egy joghurtos tartár lesz. Nem baj, pupi, mi megesszük. Meg. Nem mondom azt, hogy csináljátok ezt utána, mert nem tudom, milyen lesz a végeredmény. Kis fokhagymát belereszelek. Úgy érdez, ne? Pupi a reszelő király, mondjuk. Ezt nők szokták mondani. Megy egy kis só, ez a füstös só, megy egy kis bors. Ha meglátjuk, nem tudom, érdekes. Hát ez a, nem tudom. Caciki ale Miklós. Ale Miklós. Hát csak úgy kiállítjuk belőle. Igen, új hagymánk van. Nagyon jó, pupi. Olyan, mint a caciki, olyan, mint a caciki, csak ugye nincs benne ubi. Érezned a fokhagymás, friss, ezt a nagyon lett a joghurtos. Nem is baj, hogy ez joghurt, pupi, nem tejföl. Sőt, ez még jobb is, hogy joghurta. Hát csak így tényleg az izé kedvéért megint. Mert ez annyira, majd kóstolj meg, pupi, rendes, annyira friss. Mindenképp meg fogom kóstolni még ki. Így felfrissít, biztos? Igen. Nem hagyod meg nekem? Sírkeszárnyhoz ez pont optimális lesz. Hangsúlyozom meg, én ki lehet hagyni, Ádám. Nem, ez nem kötelező, ez most csak mi gondoltuk úgy, hogy valami kis extra csavar legyen a történetben, és hát ez lett egy kis fordulat, kis extra. Akkor csirke szárnyod.
Micsoda jó illata van. Gyerekek, nem marad benne, ugye? Nem. Jó. Jó, jó macska meg a kutyám akcióba lépett. Jó. Egész üveg. Jó, hogy ez ilyen? Ó, ez nem lehet volna kézni? Nem. Tabaszkót, egy üveg tabaszkót. De hát akkor 5 perc szünet, gyerekek, akkor még rákenjük. Úgyhogy nem is kell, nem egy fél üveg, maradjunk fél üvegben, nem? Ez nagyon sok. Nem, nem, legyen nem az egész? Az egészet, hogy ne. Az egészet. Egy egész üveg tabaszkót rátolunk. Megint hangsúlyozom, hogy Ádámnak ezt nem. Amennyiben nem kötelező. Nem, nem bírja a csípős. Ne, ha nem bírod, akkor hagyjad. Én örülnék neki azért, azt majd elmondanám. Hát azért szeretnék. Na, ecetes illat. Aha, ecet, nagyon ecetes. Hát ez ilyen ecetes szósz amúgy. Jó. Táloljunk, Pupi, mit szólsz? Jól van. Gyere, kitáloljuk. Tubli. Egy nekem, egy neked. Esztétikusan megpróbálom elhelyezni. Lehessen lárni, lehessen számolni darabra akár. Igen, igen. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ugyanannyi. 12, 12. Hát akkor ez lett egyébként a kis újhagymával díszítésnek megkínáltam, megkínáltuk. Hát azért, gyerekek, azért ennek van súlya. Azért ez sűrű. Ne dobál, letörök, összetörök az sűrű, gyerek. Mi nem kérünk időt. Nem kell idő. Mérheted egyébként természetesen nyugodtan, ahogy te szeretnéd. Úgy csinálod te is, ahogy te szereted, mi is úgy csináljuk, hogy mi szeretjük. Mi nem mérünk. Neked akkor 1200 g sírkemel és 1 kg nokedli plusz 8 tojás. Meg egy ennyi. Zacskó békönre gondolod. Ja, meg békön, tényleg. Egy csík békön. Ezt nézd meg, Kobi. Ezt vegyed közel. És ez a szósz se kötelező, mondjad. Ez se kötelező, persze. Ezt mit csináltunk, egy ilyen kis mártogatós. Így. És akkor jó étvágyat kívánok. Jó étvágyat. Ádám? Jó étvágyat. Neked is, Ádám, jó étvágyat. Igazából ez nem is annyira brutál challenge, ez inkább ilyen kis izé. Ilyen meghajlott az asztal. De ilyen izé, nem? Ez ilyen kis lájtos ebéd, nem? Ez egy ilyen... Igen, ez egy kis lájtos ebéd. Lájtos ebéd. Na, essünk neki, Pupi, essünk neki. Essünk. Hát akkor nézzük, mit bírunk. Be is raktam. Kezd. Ezt a tabaszkót. Az egy csík. Nem vészes. Abszolút nem. Azért nem gyilkol, mint a Karolina. Hát de ahogy is. Just a bar.
legyen nekem végem. Igen? Nekem mit? Na jó, azt csak megeszed. Miért szürke combot, szárnyat? Utolsó szárny csapás. Utolsó szárny csapás, gyerekem. Nekem mi van? De hogy miért ilyen gyorsan enni? Én nem eszek gyorsan. Hát nézd meg, nekem a fele megvan még. Lehet, hogy te eszel lassan, nem? Lehet, hogy te eszel lassan? Hat. And there's a mice who play in dark in Wonder Street, land of lies. In Wonder Street, the land of lies. Round and round and round, you have to turn around. You lose the world, at least to say goodbye. De megeheted az enyémét, ha gondolod, egyet vegyél el, eszed meg. Vagy hányat, ha de az úgy a tuti. Vajon, hogy polkorrátségből, egyet, hogy még véletlenül se legyen az, hogy mondjuk a tétben kevesebb volt. Na, egy szárnyat. Na. Na. Viszont egy túlrúdival lehet lefolytom majd. Na, srácok! Utolsó kanál. Ja. Egészségetekre. Egészséget. Tényleg a homlokod, vagy nem? Vagy csak a zsír, vagy folyik ki belőle. Belfogom. Ezt még megesztem azt akkor. Elég lesz. Én viszont úgy döntöttem, hogy még desszertet leküldök, de most vagy túlódik, vagy profitáló. Melyik legyen? Eltudjuk a profit? Viszont akkor Ádám bajba leszel, mert ez egy menü. Én még készültem Pétervel. Ádám, nem biztos, hogy most örülsz. Szóval akkor bekerül. Én úgy döntöttem, hogy kerüljön be, mint egy lezárásként. Mit? Ja. Ja. Mint egy csodás kis ebéd desszertjeként. Ez a Milli Profiterol, Profiterol, micsoda? Profiterol, ezek a golyók. Akkor még toljunk le ebből is egyet, mit szólsz? Ez már nem sok, ez már csak 180 gram. Egyet meg egyet kérdés. Pupi, hát figyelj! Egy darab az 90 gram. Megeszel egyet? Tessék, te kapod a pirosat, jó? Desszert! De most tényleg most nem tudom fodorolni a kajában. Én annyira örülök neki, hogy nem gyötör annyira, mert nem. Megmondom őszintén, hogy a hot dog az jobban meggyötört, mint ez. De lehet azért, mert én hozzá vagyok szokva házias kajákhoz, nem? És a hot dognak olyan száraz volt, ezt elmondom, hogy a legnehezebb az volt a hot dogban, hogy itt kint hiába melegítettük, olyan gyorsan visszahűlt, hogy ugye? Karcolni lehetett vele szinte, ugye? Hát ezzel most nem karcolni lehetett, ezzel elkezdve. Na, akkor jött az első. Gyorsan, mert egy stigula van már csak aksiba. Nem leszek készre. Nem? Nem akarok pazarolni. Ja.
mindegy, de benne vagyunk, az a lényeg. Most kisajtottam. Hát most meg a memória... A memória telt meg. Úgyhogy sajnálom, de most itt meg kellett vágnom, mert csippant egyet a kamera, hogy megtelt a memória. Bocsánat, ez én hibám. De... A mikrohibája. Jó, akkor egyet elismerünk hivatalosnak. Igazából nem telt el szerintem, mert kitöröltem pár videót, ez mennyit telt el most? Legalább fél perc. Egy perc. Legalább egy perc, korrektul. Maximum egy perc telt el, de hát most ez tényleg az... Kigurultál. Aki elhiszi, elhiszi, aki nem, az nem. Hát Ádám, akkor légy szíves, ezt produkáld le, én erre hívlak meg. Igazából én azt mondom, hogy amiket is szoktál lenni, szerintem ez nem fog téged annyira meghatni. Én szerintem. Szerinted? Ja. Szerintem is menni fog neki. Menni fog neki. Nagyon ő is, akárhogy nézni. Menni fog, de szerintem ez egy nagyon finom kaja. Jó lehet, nagyon. Igen. Finom. Amúgy ezt otthon is érdemes meg. Igen, mert ezt nem mondtuk, hogy mennyit volt sütőbe? Fél órát, órát? Én most egyébként több bőrt tettem, mint utóbbi 5 évben. Én nem szeretem a bőrt. Én csirkét szeretem, azok a ropogók. Én nem, én ha ropog, ha nem ropog, én nem szoktam megenni. Most megettem, mert finom volt valóban, mert ez a tabaszkó olyan finom ízt adott, ugye? Ja. Ez nagyon jó volt, kellett. Úgyhogy szerintem te se hagyd ki, Ádám. Most viszont jövünk vissza, mert van még egy meglepetésünk számotokra. Elnézést, fiatalember, szabad ez a hely? Nézd, kérem, ne ide. Jaj. Na. Hát ugye meglepetésünk, hát vannak pólók. Te egy tarts egyet, tessék. Tartok egyet? Igen. De ez az ennyi méter? Nem. Nincs olyan póló? Nincs. Pupinak nem adok, mert a kifordított pólót szereti a legjobban. Ja. Ilyen pólókat lehet nyerni. Ne takart ki, szép vagyok. Na. Ilyen pólókat lehet nyerni, hogy mit kell tenni hozzá? Úristen! Egyébként lehet külön kérni, hogy aki szeretné, hogy esetleg Pupinak a mesztelen felső testébe beledörzsöljük esetleg, vagy hordja egy hétig, hogy ugye átvegye a póló Pupinak a eszenciáját, az jelezze természetesen. Kommentben... Nyugodtan! Ha azt akarjátok, hogy akkor addig ne fürödjek. Ne, azt akarjátok, még azt is bevállalom, hogy... Miért bevezették a vizet a bányába? De hát van, ja, és hát most olvadt egy csomó hó. Hát van bánya, hogy tudod, hogy beszivárom. Akkor jó. De annyi víz van ott. Szeretnétek megnyerni, annyit kell tenni. Kommentbe mindenki, nem mindenki, aki szeretné a pólót, az kommentbe annyit írjon, hogy nyereményjáték, bármilyen formában, tök mindegy, kommentálhatsz valami saját gondolatot, legyen benne miért a szó. Miért szereted nézni mondjuk a videóinkat? Így van, miért szereted nézni. Akkor nyereményjáték, mert erre a szóra fog... a program ugye szűrni, ez mindenképpen helyesen leírva. Szóval akkor Ádám, tőle pedig azt kérjük, hogy ezt a menüt, akkor összegezzük, tojásos nokedli, csirkeszárnyal, mennyi tojásos nokedli? 1 kg nokedli, 8 tojás, 1 csomag békön, ez így a köret. Az 200 grammos volt, ugye, a békön? 200 grammos, vagy... A súlyt is mondjuk vagy, hozzá. 200 grammos volt, igen. Aztán 12 darab csirkeszárny, egybe, 1200 gram, hát tálcásat veszek, gondolom te is, mi is tálcásat, hát az ki van mérve, hogy akkor az 1200 gram. Ja, és a végén pedig profiterol desszert, ami nem volt eredeti tervben, nekünk nem volt benne, de azért vettem be biztosíték, ilyen. Amúgy nem lesz a szájú, ami ki egyáltalán. Nem. Hátha szükség lesz rá, és hát szükség lett rá, mert még lecsúszott simán, 2, de egyet adunk meg, mert közben leállt a kamera, úgyhogy... Megtelt a memória, leállt a kamera, ugyanaz. Megtelt a memória, ezáltal leállt a kamera. Úgyhogy egyet adunk meg hivatalosan. Másik is megvolt, mert egyébként annyi, hogy kitöröltem 2-3 videót, és újra is indítottuk a felvételt. De hát ez csak a Pupi tudja meg én. Időt nem mértünk, de egyébként azt akartam mérheted, mondani, ügyes vagy. Ha akarod, te mérheted. Igen. Én megettem 22 perc alatt szerintem a 90%-át. A teljes idő kb. Fél óra volt nekem, mire megettem. A desszert meg egy 5 perc maximum. Aki, ha érdekel, vagy akit érdekel esetleg. Bent lesznek a linkek. Twitch-en a Pupival hamarosan lesz közös igen, content. Végre megvan a monitor. Megvan a monitorja. Lesz közös program Twitch-en, valószínű, lehet, hogy már a jövő héten. Ez nagyon fontos. Összehozzuk valahogy most már.
Leírásban minden ott van. Tetszett, akkor lájkoljad. Ja, az is a feltétel a pólónak. Lájkolni is kell amúgy. Lájkolni, és feliratkozni. Nem volt el ilyen. Nem, most már bekeményítek. Én itt már nincs kegyelem. Fel kell iratkozni. Fel kell iratkozni, lájkolni, hogy? És bekommentálni, hogy nyereményjáték. Akkor lehet, hogy van esélyed, hogy a pupi megkapja. Na jó, sziasztok! Sziasztok! A Nokedli ereje! A Nokedli!